Kijevbe érkezett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A tisztviselő Volodymyr Zelensky elnökkel találkozik, számolt be az Erbeka Ukrajina, Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő Telegram hivatkozva. Ursula von der Leyen néhány nappal azt megelőzően érkezett az ukrán fővárosba, hogy az Európai Bizottság közzé tenni jelentését az ország által elért előrehaladásról, és állást foglalna arról, hogy megkezdjék ki a csatlakozási tárgyalásokat. Zseleznyek megjegyezte, az Európai Bizottság vezetője várhatóan felszólal a parlamentben. A teljes körű orosz invázió kezdetét követően Ukrajna felvételi kérelmet nyújtott be az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán. Kezdetben Ukrajna jelölté vált az EU csatlakozásra, és ahhoz, hogy a következő szakaszba a tagsági tárgyalásokba lépjenek, teljesíteni kellett az Európai Bizottság hét ajánlását. Jelenleg Ukrajna minden meghatározott ajánlást teljesített. Az Európai Bizottság várhatóan november 8-án javasolja az EU-nak, hogy kezdje meg a tagsági tárgyalásokat Ukrajnával. Orosz vállalatok és külföldi partnereik elleni átfogó szankciós csomagot jelentett be az amerikai kormány a háborús erőforrások korlátozásának céljával. Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium összehangoltan többek között az orosz fegyveriparban, fémiparban, bányászatban, elektronikai iparban működő vállalatok, valamint bankok ellen hozott büntető intézkedéseket, emellett külföldi beszállítókat és szállítási vállalkozásokat is szankcióval sújtott. A pénzügyminisztérium intézkedés döntéseket hozott török, Egyesült Arab Emirátusok beli, valamint kínai cégek ellen is, amelyek megszekték az eddigi szankciókat, és különböző Oroszország számára fontos ipari alapanyagokat és alkatrészeket szállítottak orosz cégeknek. A tárca közleménye egyben kimondja, hogy az amerikai pénzügyminisztérium a továbbiakban is együttműködik Kína, Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok kormányával annak érdekében, hogy a szankciós politikát és az exportkorlátozásokat illetően Egyesztessen a kétoldalú kapcsolatok keretein belül, de a jövőben sem habozik majd cselekedni annak érdekében, hogy Oroszország ne használhassa fel az amerikai és nemzetközi pénzügyi hálózatot az Ukrajna elleni háború folytatására. Az amerikai külügyminisztérium bejelentése szerint a vállalatok, üzletemberek és családtagjaik mellett szankciók alá kerültek az orosz kormány további tagjai köztük iparért és kereskedelemért, gazdaságfejlesztésért, valamint energiaügyért felelős miniszterhelyettesek. Az amerikai szankciók alapján az érintett több mint száz vállalkozás és magánszemély minden amerikai fenntarthatóság alatt álló vagyonát zárolják, és megtiltanak minden üzleti kapcsolatot velük amerikai üzleti érdekeltségek számára. Az Egyesült Államok és az Európai Unió illetékesei megbeszélésekbe kezdtek Ukrajnával az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások lehetőségéről, közölte szombaton az NBC News amerikai tévécsatorna meg nem nevezett jelenlegi és volt magasrangú amerikai tisztviselőkre hivatkozva, számolt be az Ukrajinska Pravda hírportál. Az amerikai TV csatorna híradása szerint ezeken a megbeszéléseken elsősorban arról volt szó, hogy Ukrajnának miről kell lemondania a megállapodás érdekében. A tárgyalások egyikére múlt hónapban került sor az Ukrajna védelmi kapcsolattartói csoportjának Ramstein formátumú ülésén. A médium forrásai szerint ezek a megbeszélések a front helyzetét valamint Európa és az USA politikai. Helyzetét tükrözik. Szerintük az amerikai kormányt aggasztja, hogy az Izrael és a Hamasz közötti konfliktus kezdete óta mennyivel kevesebb nyilvánosságot kapott az ukrajnai háború. A nyugati hatóságok attól tartanak, hogy egy ilyen változás megnehezíti Ukrajna további segélyezését. A tisztviselők azt is közölték, hogy Ukrajnának valószínűleg az év végéig, vagy még egy kicsit tovább van ideje a béketárgyalások megkezdésére. Amerikai tisztviselők megosztották véleményüket az ilyen feltételekről az európai szövetségesekkel, jegyezte meg a TV csatorna. Ugyanakkor, ahogy azt a két amerikai tisztviselő is elmondta, a Biden kormányzatnak semmilyen információja nincs arra nézve, hogy Vladimir Putyin orosz elnök készen állna az Ukrajnával folytatandó tárgyalásokra. Szerintük Putyin továbbra is úgy gondolja, hogy kivárhat a nyugattal szemben, vagy folytathatja a harcot, amíg az Egyesült Államok és szövetségesei megszüntetik Ukrajna finanszírozási támogatását, vagy amíg a Kijev fegyverrel és lőszerrel való ellátásaért folytatott küzdelem túl drága lesz. Ukrajna november 3-án újraindította az áramkereskedelmet Romániával. Ez az államközi villamosenergia hálózatokhoz való hozzáférést nyílt aukciója eredményeként vált lehetővé, amelyekre egy napon korábban került sor közölte az Accent Pro Consulting. Az ukránergo tájékoztatása szerint az export maximális kapacitását 200 megavatra, az importét 400 megavatra irányozták elő. A felajánlott kapacitás 44%-át 9 cég vásárolta meg a romániai importra. Az Ukranergo arra számít, hogy 2024 elejétől a Yahoo Páneurópai Aukciós Platformhoz csatlakoznak más országok, így Lengyelország, Szlovákia és Magyarország is, írt a közösségi oldalán Volodymyr Kudricki, az Ukranergo vezérigazgatója. Izrael nem hirdet tűzszünetet a fogvatartott izraeli túszok elengedése nélkül, és nem engedi az üzemanyag szállítását a gázai övezetbe, közölte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök pénteki televíziós beszédében. Netanyahu elmondta, hogy elutasította a pénteken Izraelbe látogató amerikai külügyminiszter Anthony Blinken kérését a gázai övezetet uraló iszlamista Hamas szervezet elleni harc átmeneti szüneteltetéséről, amennyiben a tűzszünet nem tartalmazza az október az övezetbe hurcolt izraeli túszok szabadon bocsátását. Azt is közölte, hogy nem engedélyezi az üzemanyag bejutását, és azt is ellenzi, hogy pénzt küldjenek az övezetbe. Beszéde elején éles és egyértelmű és nemzedékeken át visszhangzó győzelmet ígért. Nem állunk meg a győzelemig, mondta. Megsemmisítjük a Hamaszt és elérjük a túszok hazatérését, valamint állampolgáraink és gyermekeink biztonságának helyreállítását, tette hozzá. Netanyahu óva intette Izrael északi ellenségeit a háború kiterjesztésétől. Röviddel a libanoni síta milíciát vezető Hassan Nasrallah Izraelt fenyegető beszéde után. Megpróbálunk úgy harcolni, hogy minimális veszélyt jelentsen a harcosainkra, de mindent megteszünk, hogy legyőzzük ellenségeinket. Utalt az utóbbi napokban a gázai övezetben elesett izraeli katonákra beszéde végén Netanyahu.